Kovács Sándor megyei közgyűlés elnökével beszélgettünk. Hol vagyunk, elnök úr, jelenleg? Karcagon vagyunk, a karcagi gyepmesteri telepen. Itt vannak azok a kutyák, amelyek kóborkutyaként kerülnek ide a gyepmesteri telepre, és a tavalyi év őszén ismerősök, Újvár Imre, a füredi polgármester kérésére mentünk ki a tiszafüredi állatmenhelyre, és vittünk adományt, kutyatápot az ottani kutyajáknak, és a karcagiak megjegyezték, hogy akkor a karcagi telepre mikor hozunk, és hát Karcagon kettő van, a karcagi gyepmesteri telep és egy állatmenhely, és mind a két helyre viszünk adományt, és akkor megkérdezzük, hogy mire van még szükség, hiszen volt jelzés, hogy akár tűzifától kezdve a telepőrzésénél kutyatápra szükség van, és akkor próbálunk lehetőségeink szerint segíteni. A gyepmesteri telep az önkormányzati tulajdonban van, a másik az magántulajdonban. Most mennyi tápot hozott, tehát körülbelül mennyire elég? Hát talán két hétre 10 zsák tápot hoztam, de hogyha lesz szükség rá, akkor hozni fogok ezt, mint magánadományozó hozom ezt, mert ilyenkor télen rossz helyzetben vannak a kóborebek az egész országban, de ilyenkor télen még rosszabb a helyzet, hiszen hideg van, több élelem kell ezeknek a kutyáknak, és hát látszik az, hogy itt a környéken még mindig vannak, akik saját kutyájukat kiteszik az utcára, nem keresik. Én azt gondolom, hogy egyre többen vannak olyanok, akik akár örökbe fogadnak, akár pedig gondoskodnak ezekről a kutyákról. Reméljük, hogy akkor lesznek követői, jönnek és hoznak még újabb adományokat, hiszen azért meleg takarók, szalmák, ezek is jól jönnek itt. Így van, hiszen én is így kerültem, hogy engem is ismerősök győztek meg arról, hogy mindenképpen kell támogatni ezt a dolgot, és nagyon sok önzetlen kutya menhelyt fenntartó aktivista van, és azt gondolom, hogy az ő munkájukat támogatni kell, hiszen ugyanolyan érző állatok ezek a kutyák is, mint amelyek nálunk, nekünk vannak otthon, csak nekik már nincs gazdájuk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Az előbb hallottuk elnök úrtól, hogy Tiszafüreden már volt egy hasonló. Újvár Imre polgármester úrral beszélgettünk. Önöknél is hasonló körülmények között vannak a kutyák? Szerencsére volt lehetőségünk közmunkaprogram keretében már fejleszteni az utóbbi években a gyepmesteri telepünket. Hát én úgy örököltem meg 2014-ben azt a területet, hogy nem volt meg a gyepmesteri telep hatósági engedésem, de szerencsére a tavalyi évben ezt sikerült megszereznünk, illetve már 15-20 új kennelt építettünk az elmúlt években. A tavalyi évben építettünk oda egy raktárat, ahol tudják tárolni a kutyatápot, valamint a különböző eszközöket. Karanténkennelt csináltunk, kutyafürdetőhelyet alakítottunk ki, valamint most éppen majd egy olyan műtőhelységet szeretnénk kialakítani, ahol esetleg már ott az állatokat tudják az átmeneti problémáikat kezelni, de akár még ivartalanítani is, mielőtt mondjuk már egy örökbefogadás megtörténne. Mennyire jellemző, hogy telepi kutyát fogadnak örökbe a fürediek? Sajnos a korábbi években ez nem volt jellemző, tehát az örökbefogadási arány az nagyon kicsi volt, olyan 5%, de az utóbbi időben olyan gazdi kereső programot indítottunk el, amelyel szeretnénk ezt az örökbefogadási folyamatot felgyorsítani. Két ilyen intézkedést csinált az önkormányzat, egyrészt a családi rendezvényekre, jellemzően ahol gyerekek és családok vannak, az önkormányzati rendezvényekre kivisszük a gyepmesteri telepen élő kutyák közül azt a 4-5 olyan állatot, amelyek jobban szocializáltak, és őket bemutatjuk. Volt már ilyen, hogy egy ilyen rendezvényen szeretett egymásba a leendő gazdi és az állat, úgyhogy már ott is volt ilyen örökbefogadás, vagy például van az önkormányzatnak egy újsága, és az önkormányzati labban rendszeresen egy gazdikereső oldalon bemutatjuk azokat az állatokat, amelyeket örökbefogadásra már alkalmasnak ítélünk, úgyhogy így próbáljuk mi a magunk eszközeivel felgyorsítani ezt a folyamatot. Hát akkor reméljük, hogy ott is egyre kevesebb kidobott kutya lesz, és sikeres lesz ez a program. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! A gyepmesteri telep üzemeltetője, a Városgondnokság, Molnár Pál igazgatóval beszélgetünk. Mit jelent most önöknek ez az adomány? Hát nagyon sokat jelent, nem is nekünk igazából a kutyáknak, mert természetesen rendelkezünk kutyatáppal, de ahogy lehetett látni a képen is, vágóképen ezek minőségibb kutyatápok, és minden szem, minden zsák kutyatáp nagyon sokat jelent az állatoknak.
Mennyire jellemző még, hogy bedobják a kerítésen belül a kutyákat, meg nagyon sokat össze kellene még mindig szedni a városban? Az, hogy bedobják, az nem jellemző, mert tudják, ezt mi felajártuk a város lakossága felé, hogyha valaki megunja a kutyáját, vagy problémája van vele, esetleg olyan vad lett megöregedett, hogy nem tudják megközelíteni, akkor a mezőrök megfelelő eszközökkel ezeket a kutyákat akár altatás bevetésével is el tudják altatni, és ide be tudják hozni, és sok esetben ezt a módot választják a karszagi lakosok. Természetesen van ellenpélda is, de egyre kevesebb az az ellenpélda, hogy esetleg kiengedik az utcára, és fogják be a városgondosság dolgozói. Tudják, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás, elhozzuk a kutyákat, és utána itt várják a sorsukat. A közösség oldalon azért lehetett látni, főleg szilveszter után, hogy sok kutya elkoborolt, de biztos vannak itt is olyan kutyák, amelyek utána hazamennek a gazdihoz, mert jönnek, és megtalálják, és egymásra találnak újból. Természetesen annak ér, hogy ez egy hatósági telep, tehát egy zárt telep, mert a kóborok tartása mellett az állati hulláknak a tárolása és a TEV által történő elszállítása is itt történik meg. Nyitottak vagyunk, és hogyha valaki bejelentkezik, akkor természetesen bejöhet, megnézheti, vagy érdeklődhet akár telefonon is, hogy esetleg az elkóborolt kutyája itt van-e. Nagyon sok esetben tudtunk már a karszagi lakosoknak segíteni. És mi a jellemző, hogy ezek a kutyák, amelyek itt vannak és ide kerülnek, be vannak csipelve, vagy inkább azok kerülnek, amelyek nincsenek? Most már mindenre van példa, a legtöbb kutyában egyébként most már csip van, de természetesen, hogyha jelölés nélkül érkezik be a kutya, akkor a városgondossága költségvetéséből ez biztosítja, valamint megteszi az állatorvosi előírásoknak megfelelő állatorvosi oltásokat is. Hogyha a város lakosai közül szeretnének önöknek segíteni, mire volna most a legnagyobb szükség? Hát természetesen arra, hogyha valaki állatot akar tartani, és mondjuk egy kutyába próbálja ezt megtestesíteni, akkor ide kijön és egy kutyát innen örökbe fogad. És hogyha mondjuk másképp szeretne segíteni, tehát mondjuk plédekre, takarókra, ilyenekre van-e szükség a takarmányon kívül, amivel etetik őket? Hát ha valaki egy picit nagyobbat szeretne álmodni és nagyobbat szeretne segíteni, akkor természetesen, hogyha körbenézünk, megfelelő számú kenel van, de ebből a kenelből sosem lehet elég. Tehát hogyha vasanyagot esetleg tudna biztosítani a új kenelek építéséhez, azt mindenféleképpen megköszönnénk. Hát a közfoglalkoztatotti létszámunkkal mi ebből megfelelő kutya keneleket tudnánk építeni. Akkor reméljük, hogy lesz ilyen. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is!